megkérdezik tőlem, hogy mit jelent Nagy László és Széchy Margit unokájának lenni. Édes teher. Édesapám halála után kezdtem el gondolkozni azon, hogy kik azok, akiket meg kéne keresni, hogy meséljenek még a nagyszüleimről, hiszen azért ez még egy évtizedekre szóló feladat. Kire én is barátként tekintek, Sebő Ferenc, hiszen Margitka és Lacika verseit is ő zenésítette meg először, és ő tudott gyerekkoromban is, meg később is úgy mesélni róluk, hogy ő közelebb hozta hozzám a nagyszüleimet. Jó. Én fogom a kutyát, hogy ki ne menjen. Jó. Szia. Hello. Széchy Margit nem csak költő volt, hanem egy helyes vagány nő, akit én gyerekként ugyan ismerte, nagyapámat nem ismertem, de nagymamámmal találkoztam gyerekkoromban, és egy nagyon vagány nagymama volt. De nem is lehetett úgy szólítani, hogy Nagyi, hanem ő vagy nagymama volt, vagy Margitka. Sugázott róla az élet szeretete, az biztos. Emlékszem, az egyetemi színpadon láttam őket először, nézőként, akik a színpadon voltak, és úgy meséltem el a barátomnak, hogy ott volt Nagy László, még a Lorelei Fizurás felesége. A Kassák Klub rendszeresen járt, tehát ő hallgatóként is, nem csak vendégként, és nagyon élvezte ő is, meg a Laci is ezt az egész énekelt vers mozgalmat, meg a népzene mozgalmat is, és közeli munkakapcsolatba kerültünk. Kaptam egyszer tőlük egy képeslapot, és ez volt ráírva. Kedvesi döndödi dönt, boldogi buli özönt, zengő húrt, mézes bödönt, két klárit, ferit ödönt, vidékről szívből köszönt, két darab városi költ, no meg a bundi a kölk. Köszönöm, hogy aranyos. Jó sok mindent előszedtél. Nagymamám verseit én jobban értem, meg jobban szerettem, mint nagyapám verseit. Azt hiszem, az nagyon sokat számít, hogy én városban nőttem föl. És Margitka is városban nőtt föl. Én Széchy Margit. Írtam ezt a verset boldog ifjúkoromban, 1969-ben. A Nagy Magyar Hungária kávéházban, álommal, jelképekkel, reménnyel teli szívvel, családom anyagi helyzetének megváltása okában. Érdekes így újra hallani a hangját több mint 20 év távlatából. Extravagáns divatot teremtett, és voltak olyan mozdulatai, amik olyan margitkásak voltak. Például a cigarettát tartó kéz, ami megjelenik nem egy Nagy László grafikán, metszeten is, vagy a Margitka ülés, mert hogyha ő elment bárhova, és ahogy tehette, rögtön fölhúzta a lábát, ő egy jelenség volt számomra is. Hoztam neked ajándékot, mégpedig Margitka tarisznyájából, nem zsákba macska. Megjelent Széchy Margitnak a válogatott versei. Ez Bicskám és szívem kinyitva címmel jelent meg, Falusi Márton szerkesztette, és ő írta hozzá a kísérő tanulmányt is. A válogatott verses kötetben megtartottuk azt a szerkesztési elvet, hogy a főbb fejezeten elején egy tömör négy soros található, ami akár azt az egész ciklust, vagy azt az egész időszakot összefogja. Törekedtünk Falusi Marcival arra is, hogy egy olyan sokszínű képet mutassunk, ami talán kedvet csinál ahhoz, hogy a fiatalabb generáció is elkezdje olvasni ezeket a verseket. Ezek lázadó, öntudatos versek, azért is ez a cím. Nekem mindegyik kedves, amivel belefogtam már, hogy zenét csinálok hozzá, de ez a Címer című vers tetszik nekem a Margittól a legjobban. Se oroszlán, se olajás, se díszes mező, Címeremben uram, se pénz, se erő.
De én hálok a világgal, s nem én velem ő. De ez a Margit.